A Ceglédi együttes Szolnokon játssza hazai meccseit, a pálya pedig több nyíregyházi játékos számára is ismerős. Fehér Béla jelenleg is a városban edz, Finta Zoltán és Magyarósi Péter pedig több évig játszott szolnoki színekben. A találkozó esélyesei a vendégek voltak, végül azonban egy változatos, szoros mérkőzés végén a hazaiak örülhettek a győzelemnek. A mérkőzés elején a Magyarósi Péterrel karöltve kezdve nem tudtunk elég fát hozni, nekem is csupán 522 fa sikeredett, míg a Magyarósi Petinek 552-vel sikerült pontot szerezni. Hiába vezettünk pár fával, a középső sor után is még vezettünk 31 fával, úgyhogy a Szegő Levente is egy fontos 559 fás csapatpontot szerzett, de a zárósoruk a ceglédieknek egy bődületesen nagy játékot produkálva legyőzték a kedvező Fehér Béla párosunkat, néhány fával, az a néhány fa csupán 9 fa, tehát itt bárhol lehetne találni 9 fát a csapat teljesítménybe, de úgy gondolom, hogy egy igazságos döntetlen születhetett volna ezen a mérkőzésen, mert mind a két csapat jól teljesített önmagához képest, és egy abszolút parás hangulatú mérkőzés volt olyan forgatókönyvvel, hogy ide-oda billent a mérleg nyelve az utolsó dobásokba, de sajnos nem jöttünk ki győztesen a párharcból. A nyíregyháziak a hétvégén az első fordulóból elmaradt szegvári meccsüket pótolják. A szegváriak nem kezdték jól a bajnokságot, az utóbbi mérkőzéseken viszont elkezdték gyűjtögetni a pontokat. Rosszkor megyünk hozzájuk, azt lehet mondani, és hogyha hozzáteszem, hogy a mostani Cegléd elleni meccsen a Fehér Béla megsérült, és az utolsó 12 dobását már ápolási szünet után tudta csak folytatni, azért ez is most befolyásol minket, hogy vajon mi lesz Bélával, ugyanis most tényleg kettőzött erővel kell Szegvár ellen is készülnünk, bármennyire sereghajtó, de van borzasztóan nehéz a szegvári pálya, szokták is mondani, hogy az NBA egy legrosszabb pályájáról van szó, legeredménytelen pályáról, úgyhogy ezzel is meg kell majd küzdenünk, de nagyon bízom benne, hogy teljes csapattal egészségesen tudunk majd oda menni, és mindenképpen csak a két pontra kell, hogy koncentrálni tudjunk. A tabella élén az Eger áll 12 ponttal, megelőzve a szintén 12 pontos Dinamo SC-t. A többieknél két mérkőzéssel kevesebbet játszó Nyíregyháza 10 ponttal az ötödik helyen várja a folytatást.